A matematikának kizárólag az a része érdekel, amely egyben filozófia is, mondta Bernard Bolzano, cseh matematikus, aki október 5-én született. Bolzano 15 évesen a Prágai Egyetemen kezdett el filozófiát és matematikát tanulni, doktori értekezést is írt geometriából. Pappá szentelése után vallásfilozófiát tanított az egyetemen. 1819-ben azonban állásából elmozdították, mert nézetei miatt szembe került az osztrák monarchiával. Eretnekség vágyával házi őrizetbe került, és eltiltották a publikálástól. Bolzanónak így volt ideje matematikával foglalkoznia, csak eredményeiről nem tájékoztathatta megfelelően a tudományos közvéleményt. A Függvények Tana című írása például csak elkészülte után 100 évvel jelent meg. Pedig Bolzano fontosnak tartotta az addig felépített analízis hibáinak kijavítását, a hiányosságok pótlását, precíz definíciók és bizonyítások megadását. Elsőként sikerült olyan függvényt konstruálnia, amely mindenütt folytonos, de mégsem differenciálható sehol sem. A Végtelen paradoxonjai című könyvében végtelennel kapcsolatos ellentmondásokat tárgyalt, amely elősegítette a modern halmazelmélet felépítését. Bolzano példát adott olyan halmazokra, amelyek kölcsönösen egyértelmű módon megfeleltethetők egy valódi részhalmazokkal. Kapott eredményeit felhasználva megpróbálta a teljes matematikát logikai alapokra helyezni. Bolzano kutatásaival gyorsíthatta volna a matematika fejlődését, de az akkor nem volt lehetséges. Néhány évtizedet várni kellett arra, hogy tanítványainak köszönhetően kézirataira rábukkanjanak, és azokat feldolgozzák, tovább gondolják.